Na jó reggel, Vietnám üdvök! Csatornán Keeper jelentkezik a következő Seven Days to Die-ja. Srácok, hát belenéztem így utólag a látba, hogy mégis mi történtek. Szerintem azt így megbeszélhetjük egymás között, meg így el is dönthetjük, hogy Keeper többet ne live-olja ebből a játékból. Hát ez eszméletlen szörnyű volt, amit én itt véghez vittem. Tényleg vállalhatatlan kategória volt. Többször haltam. Egyébként azt se tudom, hol vagyok, most ne arra, hogy eljöttem ebbe a városba és ebbe a másikba. Úristen, erre nem is emlékeztem, gyerekek. Esküszöm. Képes voltam eljönni eddig is. Na, ez a része, ez teljesen kiesett, gyerekek, úgyhogy sorry, de valahogy ezt helyre kell hozni. Azt tudom, hogy a motorom, azt kinyírtam. Azt valahogy felugrattam a tüskékre. De mennyi esély volt arra, hogy pont a tüskékre felugratok? Nem sok, ugye, de azért én megoldottam. Hogy a túróba kerültem ide? Gyerekek, alkoholos befolyásoltság alatt ne álljatok neki Seven Days to Die-ozni, főleg nem úgy, hogy pár százban itt vagytok, ugye, vagy látva vagytok, és pár százan figyelik, hogy mit csináltok, mert akkor még ráadásul még megy az ökörködés is. És 27 HP-m van, és miért nem gyógyítottam magamon, ha 27 HP-m van, gyerekek? Valaki magyarázza ezeket a dolgokat, hogy én mit műveltem? Úristen! Nem szoktam nagyon videómat visszanézni, de lehet, hogy ezt érdemes lenne. Ja, meg van egy ilyen sörétes puskám, ami jó, oké, nyertünk is rajt, mert ez nagyon jó, ugye az lefűrészelt csövő az elég szar, de ez nagyon király. Jó, gyerekek, húzzunk haza, nagyon éhesek vagyunk, minden bajunk van természetesen. Lehet, hogy egy nyuszit kéne lőni. Meg azt szét kéne ütni, csákányra a gyerekek. Azért ugye legyen kajám otthon. Igen, ez a sörétes puska, ez látom már, hogy ez nagyon epik lesz. Én ezt már most nagyon szeretem. De most az a lényeg, hogy jussunk haza, és akkor hozzuk létre ugyanazt a kis kolóniát, amit eddig folytattunk, és a lányokat el lehet ebből a játékból felejteni, mert Keeper az szinte vállalhatatlan. Meg hát ezt miért nem is tudom, hányszor haltunk, gyerekek? Nézzük már meg, hogy van. Hol vannak az ilyen statisztikák, karakter? Halálaid 4. Igen, akkor háromszor meghaltam a live alatt, egyszer összesen az egész játék alatt. Úgyhogy ez nem túl jó. Azt hiszem, hogy egyszer haltam meg a játék alatt, igen. Hát milyen izé helyzeteket ugye túléltünk, erre meg most meghaltunk gondolom, nem tudom milyen szituációkba keveredtem, mert nagyon nem is emlékszem rá. Az ott mi az, egy sátor? Aha, az egy camp. De tuti. Jó, hát nem baj, ha feltérképezünk egy-két ilyen helyet is, de nem úgy kellett volna, ugye, hogy kinyírjuk magunkat. Azt se tudom, merre jártam, gyerekek. De viszont ez a fegyver, ez nekem nagyon bejön, és egy 358-os, ami nagyon jó. Ja, meg a pontokat is kéne elosztani, úgyhogy egy csomó mindent szerintem itt kéne majd ügyeskedni. Ja, fagyunk, éhesek vagyunk, minden bajom van, tudom, gyerekek. Ugye kijutunk a sivatagba, itt már kaktuszok vannak, ugye, és akkor már jó leszünk. Közben majd magunkhoz veszünk egy-két lyukkát. Sivatagba is esik a hó. Halihó, halihó. Na, várjátok. Magamhoz veszek egy-két lyukkát, mert nehogy megdögöljek itt idő előtt. Viszont azt meg jobb lenne lyukka juice-nak elcseszni. De látjátok, így egy kicsit legalább lett egy kis kajám, kajaszintem. Hú, mennyi lyukka, gyerekek, ezt nem bírom ki, hogy ne szedjem le. Ez is van. Alója is. Jaj, de jó, fú, gyerekek, ez józanul, sokkal érdekesebb játszani. Ja, egy csomó mindent akarok különben csinálni. Csak ugye, amikor itt vagytok velem, live-olok, akkor az arról szól, hogy csomó mindent akarok csinálni, hogy kimegyünk éjszaka, nem tökölünk, gyerekek, megölünk mindenkit. Akkor így erről szól, érted. Csinálok lyukka juice-t, abba gondolkodok. Ugye hazaérünk 17:51, addig ugye még akkor gyűjtögessünk egy-két dolgot, nem méne. Meg ja, meg pontokat elköltünk, úgy jó, innen ugye megint akkor komolyan fogunk játszani. Tényleg nagyon sorry azért, hogy
annyira ökörségbe átment a dolog, de helyre fogjuk hozni a dolgokat, és nem lesz még egy ilyen. Hát, pedig nem is olyan sokat ittam, a két üveg vörösbort küldtem be. Nem hiszem el, most írta ki, hogy próbálja ki az Office-t. Újraindítottam ezt a gépet, gyerekek. Itt tudom én, egy hónap után újra kellett indítanom. Erre még most minden baja van. Felfigyeltek rá. Mondom, hogy ilyen jó szerszámaim vannak. És gyorsan tudok dolgozni. Ja, izéért mentünk be a városba, nem? Valami rémlik. Nem izéért? Mi az? Valami kincsért, nem? Kincsért. Ezt megtaláltuk? Nem is emlékszik semmire. És 87 csak a izé, a max HP-m. Váhuk néhány fát, meg ilyen alapanyagot gyűjtögetünk. Igen, neked csomó minden, igen, mert fasz kell, akarok csinálni fablokkot. Ja, meg nekiálltunk betont csinálni, gyerekek, ugye? Tényleg vissza az emlékek. Tényleg vissza az emlékek, nekiálltunk betonozni, és csináltam is betonblokkot, csak nem tudom, megszáradt-e. Abba jó, hogy itt voltatok, hogy segítettetek, csak ugye abban meg nem volt jó, hogy nem kell volna begyűlnöm két üveg vörös bort. Egyébként az a durva, hogy én soha nem szoktam inni, hogy általában csak akkor, hogyha live-olgatok. Talán gátlásaimat egy kicsit így jobban levet kezem, vagy nem tudom, hogy miért csinálom. Jaj, jó, most itt vagytok velem, és megint nyugodt körülmények vannak, vagy nem vagytok itt velem, de úgy értem, átvittéltem, hogy megint játszok. És akkor úgy itt vagy, itt ülsz, ugye, akit te nézed. De jó. Na, a motort nem tudom, hogy azt hogy tudom kiszabadítani onnan. Megpróbálom lehet csőkulcsra szétszedni, vagy pedig javítani valahogy. Meglátjuk. Csinálom kaját. Ott a motorom ide láttam. Ja, nem, az nem a motorom. Az mi az? Ja, oda raktam azt a hülye világító szart, azt rájöttem, hogy az kb. Semmit nem világít. Jó, a motoromat meg kéne nézni, ki kéne pakolni. Ja, meg már folyamatosan azt csináltam, amikor itt live voltunk, hogy nem. Ez mi volt, hogy zárva? Nyitva. Mi volt az, hogy zárva? Hát, az mit jelentett? Valami bugol. Jaj, oké, srácok. Na, pakoljunk ki, nem? Kaját kéne csinálnom. Az még mindig éget valamit? Nem nagyon mi. A követ égetünk. Azért csináltunk értelmes dolgokat is, úgy látom én itt. Nem tudtam elképzelni, hol raktam a fát. Most láttam meg. Sonkás tojás, tonka tojással, sült hús. Sonka tojással küldjünk egyet. Mennyit tudunk? Egyet, ugye? Egyet hát. Jó, kirakom, ami nem kell. Meg igazából kirakok mindent. Szedjük már meg, ha már egyszer van. Ilyen konzerveket. Ja, kiszórom, amik nem kellenek igazából. Meg a lőszereket, meg mindent rakjunk ki, mert már megint ugye izé volt itt, fönforgás, bekeveredtünk itt a dolgokba. Mi ez a benzines hordó? Gyerekek, én olyanokat csináltam szerintem, itt amikor csapattuk. Ez van? Jó. Kicsit összeszedjük magunkat. Fú, bazze. Tényleg eszméletlen. Ezt az olmot szétszedjük. Tényleg eszméletlen durva dolgokat csinálhattam. Majd belenézek egy picit ebbe a... lyukkát is kirakom. Tényleg azt utána majd akkor megcsinálom mindent, mert itt... itt fenn van lyukkám, annyi minden. Meg van egy csomó üres üvegem, ugye? Azt akkor mehet majd a... megrendszerezzünk. És több kaja itt? Mehet a... Jaj, megnézem, itt készült a beton. Megszáradt a beton, ez már megszáradt. És mennyi a durability-je? Most oda csapok egyet neki. 6000! Nagyon jó, és azt még fel lehet upgrade-elni, azt hiszem. Ez még nem száradt meg. Tudom ám én. Jó van.
Vagy lehet, hogy azt ki kell javítanom, mert ugye odaütöttem neki, aztán azért nem is fog megszáradni. Lehet, hogy azt elcsesztem, mert annak azt próbáltam ugye rá. Na, beton mixer tudom, ezt nem tudom javítani. Jó, beton mixer lehet javítani. De viszont beton mixer, betonkerülve szerintem már találnék. Mindegy. Jó van, gyerekek, a húdat is rakjuk ki. Oké. Okay. A szerveset rakjuk ki. Oké, akkor az iron-t rakjuk ki. A stone-t is rakjuk ki. Gazdám, eddig szedik lét azt. Gyertyatartókat. Meg itt elkezdtem valamit ásni, de nem tudom minek. Igen, tudom ám, hogy minek. A városba akarok egy alagutat csinálni. Úgyhogy az lesz. Ja, mi van még? Fegyveralkatrész. És ami nem kell, akkor azt nem is fogom magammal cipelni. Nekem ez a sörétes puska, ez annyira nem tetszik. Nem lehet... Ja. Vajátok, ezt nem lehet kitárazni, azt a sörétes puskár, vagyis ki kéne táraznom? Nem úgy működik ez, vagy hogy működik? Más kész fegyverem nincsen? Ami használható. Nem hiszem. Arra gondoltam, hogy ezt... Nem, mert a töltény az külön van. Itt van a 110 töltény. Oké. Okay. Vadászpuska. A vadászpuska ugye elmegy, de lehet, hát... Mit tartsunk magunknál? Vigyük a vadászpuskát, meg vigyük a sörétes puskát. És viszont kellene nekem olyan, hogy fegyverjavító készlet. Azt nem is tudom, hogy lehet megcsinálni, úgyhogy azt is meg kéne néznem majd. Ez mehet a speciálisba. A szerszám az maradjon nálam mindig. A fákja az nem baj, ha nálam marad. Ásó az nem baj, ha nálam marad. Lőszer viszont kellene akkor a vadászpuskába, ugye? Meg a, a 9mm-es pisztoly az meg ott van benne. Oké. Okay. Kő az hogy áll? Jó, lesz egy csomó stone beolvasztva, aztán akkor nem kell tükörnem azzal se. Mit lehet még beolvasztani, amit még ide be tudnék tározni? Lear gloss. Üveg gloss. Az meg mi ez a gloss? Az nem fű, vagy mi a rák az? Oké. Okay. Akartam csinálni egy szalma blokkot. Megnézzük a betonkeverőt, hogy áll a betonadás. Nincs is bizony beton mixem. Rostált homok. Rostált homok kell. Kődarab, cement. És akkor itt meg azt hiszem tudok csinálni cementet, ugye? Aha, akkor azért valamennyire emlékeztem. Cement. Hát csináljunk egy 500 cementet, nem? Nem tudom, hogy mennyi kell. 500-ot készít. Oké. Okay. És rostált homok is kellene, az meg gondolom a... Homok. Rostált homok. Rostált... Ez mint rostált homoknak számít? Akkor meg nem probléma. Cement és kődarab kell. Akkor már minden megvan, gyerekek, akkor tudom csinálni majd. Kődarab. És itt van a cement. Akkor ugye tudok betonozni, viszont rengeteg kell ahhoz. Sőt, azt kéne csinálnom, hogy bet... Aha. 181-et már tudok is. Jó, az még akkor gyűjjön csak ugye a cement. És akkor majd, hogy kigyűlött egy csomó, akkor fogom tolni. Addig be kéne raknom a stone-ba. Nem kell beraknom a stone-ba, jó olyan van az. Jó van, gyerekek, fasz a minden. Amit itt szeretnék csinálni. 21 óra 8 van. Éjfélig mindenképp elmegyünk, vagy hajnalig, onnan folytatjuk a következő részt, hogy... Ja, hú, itt igen, itt vannak problémák, de ezt akkor már betonból akarom megcsinálni. Kiütök mindent is akkor betonból. Ja, itt a robogóm. Gyerekek. Ráül. Csak fasz, itt óvatosan csináljam, mert... Aha, szét tudom szedni. Ez tegnap valami bebugolt, mert nem tudtam, hogy a szétszedni. De ezt hogy tudom felvenni vajon? Gondolom izével, csavarkulcsal, mi? Hobbazd meg. Igazából ilyet tudok csinálni másikat, nem? De hát ezt nem engedi felvenni, az a gond. De fölengedi, jó. Oké. Okay. Összerakjuk ott benne gyerekek, szerintem nem lett semmi baja, működni fog. Csak lehet, hogy ugye ki leszedált kifogyott a benzin, vagy nem tudom, hogy mi a szar történt. Összerakjuk ott benne. Meg csinálunk egy külön járatot, ami garázsnak fog számítani, és akkor onnan ez mellé mondjuk, ugye át lehet menni garázsba, és akkor onnan is tudok
menni. Jó, a kis motort, azt egyelőre akkor rakjuk le standerre ide valahova. Jaj, de jó, hogy megmentettük. Na, akkor azért nem annyira vészes a helyzet. De mi ez? De gyerekek, ez a váz, az full le van szedálva. Nem? És hova tűnt? Az vágott kezembe vette. Gyerekek, minden nullá van. A tartósága az mindennek lement. Nullára. Mivel lehet javítani? Fegyverjavító készlet. Szerintem az nekem marhára nincs. Viszont bevásárló kosár, azt nem tudom, hogy honnan akasztottam le közben. Biztos, amikor be voltam iva. Majd össze tudunk ám rakni még egy kis motor, de ez most egy kicsit szarul érintett, hogy az minden nullán van. Mindegy, gyerekek, összerakunk egy másikat, majd ezt meg nem tudom javítani érdemese. Inkább berakom egy időre, aztán majd meglátjuk. Ez akkor már van cement 112 meg. Stone maradhat, viszont a vasat akartam minden kirakni. Meg valamit nem értek, hogy az miért nem akar. Igen, most van éjfél. Vagy most van 25. nap, még van 3 napunk ugye a következő zombi támadásig, addig összerakjuk a dolgokat. Mármint amiket elcsesztem, sajnos nem túl ügyesen dolgoztunk. Megszárad az a másik? Hány nap alatt szárad meg? Meg egy miért szárad meg? Egy meg miért nem? Na megszáradt a másik is. Jó, és mivel lehet upgrade-elni? Na erre vagyok kíváncsi. Acéllal. Ú, baze. Ugye vagy? Jó, viszont ez jó ez a betonban. Acéllal lehet. Kovácsolt acéllal. Ez meg akkor 2500. Ez meg 6000. Mert abban gondolkodtam, hogy vasrácsot rakok teljesen körbe, mert az jó tartós, de úgy látom ez a betonblokk, ez brutál tartós. Úgyhogy azon nem valószínű, hogy át tudnánk már verekedni magunkat. De akkor kell csinálnom egy csomó ilyet. Ja. Cement. Akkor már csinálhatnám is, ugye? Beton mixet. Azt nézem, mik vannak itt. Mi ez, hogy kő? Még követ is tudok. Nem, de kövét csak nagyobb. Shoulder. Shoulder az mire jó? Beton mix. 300 valamennyit tudok csinálni, már jó van, akkor hadd menjen. 10 perc alatt megvan. Na, város alá akarnék básni magam, gyerekek, az nagyon fontos lenne nekem. Ugye, és a közelebbi város az melyik? Az ez a közelebbi város, ugye? Ez. Figyeljétek, ez, mit tudom én, legalább 3-szor olyan messze van, ugye? Mondjátok? Ez itt a közelebbi. Ez a közelebbi város. És akkor ezt valahogy úgy tervezném, hogy valami frekventált helyre érkezzek. Mondjuk a bankba, vagy valami hasonlóba. Nézzük meg, hogy mik vannak itt. Nem tudom, melyik volt a bank. A bank páncéltermébe mondjuk oda érkeznék, az lenne jó, vagy valami ilyesmi helyre. Vagy pedig valamilyen zárt környékre. Vagy egyszerűen csak annyi, hogy a város közepére. Mondjuk, ha ide érkeznék, az nem lenne rossz. És akkor itt végigásnék. Végig. És ott az ágyam, és itt így. Itt elmennék arra, eddig, és akkor utána meg így. Ugye nem így ásnék, hogy ilyen össze-vissza, hanem ilyen. Akkor így eljönnék eddig, és akkor itt is kialakítanék akkor egy pontot, ahol lenne egy ilyen bázis részem. És akkor ott mennék tovább. Nem olyan bonyolult, ugye, főleg ha meg tudom csinálni az augert, szerintem augert lehet, hogy tudok is csinálni, megnézzük. Mi is a neve annak, valami fúró, ugye? Nem tudom, szóval a túróban van. Szerszámok? Szerintes drót. Talán egy fúró penge. De ezt meg megint nem fogom tudni javítani, mert gondolom izével javítódik. Jó, ilyen. Fegyverjavító készletet honnan, hogy tudok csinálni? Nem olyan bonyolult, de kell ehhez is egy-két alkatrész. Vasat kéne rengeteget gyűjtenem. Az mondjuk probléma nekem megint. Betonmix. Betonozzunk, gyerekek, csináljuk meg a bejáratot. Jó, így éjszaka.
Én arra gondoltam, most kiütöm akkor azokat a blokkokat, amik nem kellenek. És akkor betolom. Ja, beton kockát majd kell csinálnom. Hát igen, ez csak 1000 véd, az meg 6000, és majd fel is lehet upgrade-elni. Mert ezt is fel lehetne ám betonnal. De gondolom, annyira jó nem lenne. Junior nekiállt workolni, szomjasok vagyunk, kiesek vagyunk, csinálunk Jukka Juice-t, minden... De van itt mint dolgozni most, mi? Beton blokk. Beton, szegély két blokk, ez micsoda? Beton kocka. Ezt be kéne raknom izébe, minden... hogy lehet azt megcsinálni, hogy... ilyen... csillagozni, tudod a... kedvenc, na. Csak 8-ot tudok ennyiből, te Jézus Isten. Nem túl jó, ezt viszont megjavítom. Most nálam jól van. Tök jó. Valaki örög. Csak ugye ennek akkor megint... ez megint annyi, hogy nincs megszáradva? És olyan furcsa nekem ez. Érdekes. De gyerekek, rengeteg beton kell. Mi? És úgy látjátok, ez megint az, hogy nincs megszáradva, remélem, ugye? Az. Ezt a bejáratot kéne nagyon erősre megcsinálnom. Ezt az első vonalat. Csináljunk Jukka Juice-t is, ám mindjárt várja a gyerekek. Némiből! Jukka, itt a Jukka, itt a Jukka Juice, ez úgy nevezik. Ja, egyébként megkaptam egy nézőmtől, képzeljétek a teljes játékot. Mármint az eredetit. Krisztiántól, köszönöm szépen neki, ezt már említettem live elején is. Hát rávett, hogy fogadjam el egy kis izével, trükkel. Mert ugye úgy volt, hogy azt mondta, hogy ő úgy kapta, és ő neki már megvan. És tényleg megvolt neki, és láttam, hogy mondta, hogy ugye ő elküldte, és láttam, hogy ott van a Steam-en, hogy el van küldve. De mondom, nem fogadom el, ne haragudj, ne költsél pénzt ilyenre. És akkor mondta, hogy tényleg, hát olyan más videóstól nyerte, de ő neki már megvan, nincs rá szüksége, meg minden. Akkor, amikor elfogadtam meg minden, akkor mondta, hogy úgy vettem ám, de noppara, mert mit tudom én. Mondta, hogy tök fasz, ha minden szereti a videóimat, szeretné, hogyha ugye multiba is menne normálisan, frankon, aztán akkor így megvette. Köszönöm neki. De még így is elég nehéz volt elfogadni, nem az a típus vagyok, aki szereti mondjuk úgy, hogy kapni így random ajándékokat. De így mondom, hogy elfogadom, hát jó, oké, már tényleg nem kell neki meg minden, akkor egye fele, hát erre meg átcseszett a csávó. Na gyerekek. Béton kocka? Oké. Oké, akkor ez itt ugye ki van cserélve, akkor utána itt fog jönni, azt kicseréljük, meg azt kicseréljük. Arra még van is. És akkor majd megszárad. Hoppa. Arra kell figyelnem, hogy addig száradjon meg mindenképp, amíg ide ér a horda. Ugye? Az fontos. Mert akkor meg ugye olyan folyós betonba könnyen átfúrják magukat, azt hiszem 1500 úgy csak a durability-je, de az a durva, hogy még úgyis jobb, mint ez ilyen szaré, amit én csináltam ide. Mert mindig mondtatok, hogy ne csináld azt, mert az annyira nem jó, az inkább viszítés. Ez igazatok volt. Na hát itt mit műveltek gyerekek, itt lesz meló, mi? Jó, nem gond. Ugye ezt még... ja, hogy? Ja, hogy ezt még meg kell itt csinálni. Aha, el is fel. Ja, hogy? Ha így, csak ezután lesz. Most ugye elkezd majd száradni. Nagyon fasza. Innen már nem nincs tovább. Oké. Fú, gyerekek. Na, ez aztán már fal, mi? Falacska, jön meg ezt is. De annyi ilyen izé kell beton, hogy az őrület. Viszont
Alapvetően kő kell hozzá, meg homok, az meg annyi van itt, mint a sál, szóval tudok bőven dolgozni belőle, kődarab kell még beleire. Jó, ez a betonkeverő dolog, ez nekem tetszik. Szuper, jó gyerekek. Na, megcsináljuk. Az a lényeg, hogy ugye most már mindjárt hajnalodik. Ugye a következő részben ezt a bejáratot még teljesen megjavítom itt. A motor most annyira nekem nem lenne fontos, én inkább most bányászkodnék, építkeznék. Ezt akkor kicseréljük, akkor legyen ez full beton. Full beton lesz. Kitöltjük a maradék réseket természetesen. És onnan elkezdünk arra lefele építkezni. Szeretnék egy ilyen bejáratot Ja, meg kicseréljük természetesen a tüskéket, meg ilyesmi. És akkor szeretnék egy lejáratot egész a városig, hogy oda mindig tudjak járni, lutolni. Sokkal jobb lenne úgy közlekedni oda, mint gyalog. Szerrel. Vagy pedig azon gondolkozok, meddig van a város, mert akkor így is végig mehetnék. Ezzel a izével, ezzel a... Ezen az útvonalon, ugye? Akkor nem így mennék, az mi? Ott egy ház. Aha, ott van egy ház, vagy mi az? Ja, meg kellene nézem, fel kell derítenem a város, hogy elmegyek itt teljesen északi irányba. Magasságot kell mérnie, kérni. Jó, itt van plusz 30... Ja, van magasságmérésem is. Jaj, de jó, várjál. Az az én aktuális magasságomat mutatja? Ezt gondolom azt, ugye? Biztos, hogy azt. Oké, akkor megnézzük, hogy mennyire mélyre kell ugye ásnom. Lemegyek a legalsó pontjára ennek a résznek, oda mondjuk a vizes helyre, és akkor megnézzük ott, hogy mennyi a magasságom, és akkor oda addig kell leásnom, hogy nehogy véletlenül ugye belefúrjak a vízbe, és akkor befolyjon az alagútba. De azt ugye csak nappal tudom megcsinálni. Nem gond, gyerekek. Hát ezt a részt, ezt most egyelőre szerintem nem kell kicserélnem. Hát rengeteg beton kell. Beton az folyamatosan kelleni fog. Ez most itt ki van. Ja, hozzunk betonmixet. Betont azt ki kell cserélnem megállás nélkül. Vagy betonra kell cserélnem mindent. Főleg a bejárat környékén. 187, gyerekek. Megy a buli. Igen, szuper. De ez most miért olyan lett hirtelen? Ja, mert a teteje meg az alja az olyan, aha. Nem olyan érdekes. És a céllel tudnám ugye fel-upgrade-elni. Jó, gyerekek, ez a rész ilyen hosszú lett, mert ugye már belekezdtük a 25. napba, vagy a 26. már a live alatt. Innen folytatjuk tovább, és akkor írjátok meg, hogy miket szeretnétek még látni. Én nagyon szeretném azt, hogy akkor kimegyünk, és akkor arra fele csináljuk a egyenesen a városban az utat. Csak ugye meg kell, kis mérnöki munka előtte ugye fel kell mérnünk a területet, hogy mennyire kell mélyre ásnom, hogy kell megcsinálnom. Szalmablokkot kellene csinálnom, gyorsan csinálok egyet. Hogy kell a szalmablokkot? Szerves, nem? Ebből? Mert akkor ugye leesek, akkor nem sebződök a zajján. Ne, hogy kell? Ez nem tudom, hogy a túróba kell a szalmablokkot. Vagy széna az, vagy mi? Itt a széna bála. Készít. Jó, és akkor ugye ezt rakom a lépcső aljára. Elvileg akkor nem esek olyan nagyot. És rengeteg fára lenne szükségem, mert úgy akarom megcsinálni, hogy az alagút az azért ne... Az fából legyen, ugye. Nem fogom ezt betonból, hogy a föld alá megcsinálni, na minek. Fából lesz, aztán majd akkor majd valami alakul. Na jó, a gyerekek, elbúcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó. Innen fogjuk folytatni tovább. Reggel kapásból lehet, hogy... Na, akkor úgy lesz a terv, hogy elmegyünk, ugye felderítjük itt a terepet, hogy mennyire mélyen kell megásnom az alagutat, és közben akkor megyünk borászni is. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltak, jók legyetek, csácsumi csöltöztök!